Rost Andrea, Pokorni Lia, Nagy Sándor és a szentendrei művészek Falusi Marian, Sárik Péter is színpadra áll többek között a Szentendrei Tavaszi Fesztivál alkalmával, amikor többségében egyszemélyes darabokat láthat a közönség. Több műfajban készülnek a művészek, lesz jazz kívánságműsor, de Szinetár Dóra és Makranci Zalán Dunakar estjét is láthatja a közönség. Keprezetes város adott, és egyébként meg olyan előadásokra számíthatnak többségében, amiben egy művész egyedül, vagy egy partnerrel lép fel. Van egy nagyon jelentős koncertsorozatunk, ugye büszkék vagyunk rá, hogy a nyitó előadás 17-én Rost Andrea új projektje, amiben a káprázatos, nem csak a város, hanem ő is káprázatos virtuóz cimbalom művész Lukács Miklós kíséri majd népdalok, barokkáriák, egész elképesztően érdekes, izgalmas zenei hangzások. Aztán utána két szentendrei művészt látunk vendégül, Falusi Mariant és Sárik Pétert, akik egy fergeteges hangulattal várják majd a helyieket, és a koncertek és a színházi előadásokat összeköti majd Pokorni Lia Liaison című önálló estje, amiben improvizál is, stand-up-ol is, és egy harmonikával dalol is majd nekünk. Úgyhogy igazából ez a zenei váz, a színházi előadásokban pedig van két Budapesten elképesztően sikeres monodráma, az egyik a dráma az nem ilyen értelemben, mert mind a kettő vígjáték, hanem a műfaj meghatározását értve az egyik a játékszín produkciója Nagy Sándorral a címszerepben a Teltház, és a másik pedig Bödöcs Tibor írásaiból készült monodráma, amit Túróczi Szabolcs ad elő a Meg se kínáltak. A duók tekintetében pedig még nagy büszkeség, hogy vendégül láthatjuk a két 80 éves, együtt 160 éves színészóriást, Bálint Andrást és Jordán Tamást, akik egyrészt a kamaszkoruk óta tartó barátságukról sztoriznak, és igazából, ha úgy tetszik, kicsit kilógnak a koncepcióból, mert képzeletben vendégül hívják Molnár Ferencet, mint kedvenc szerzőjüket, és tőlük is idéznek jeleneteket, írásokat. A gyerekekről sem feledkeznek meg a szervezők. A Fitos Dezső társulat Láda titka és a No meg állj csak kancsil című előadások nekik szólnak. Szeretik Szentendrét a művészek, van, aki már nem első alkalommal áll színpadra a városban. Szeretnek jönni, arra nagyon kell vigyázni, hogy az autójukat ne büntessék meg, mert akkor kicsit nyűgösek lesznek, de különben nagyon szívesen jönnek Szentendrére. Nyilván a városnak van egy olyan kisugárzása, és hitük szerint, hitem szerint az itt élőknek is egy olyan igényessége és igénye a színvonalas kultúrára, ami miatt örömmel jönnek ide, és hát különösen öröm, ha Teltház várja őket, és szép idő. Pici jegyünk még mindenre van, ez annak is köszönhető, hogy amit az elmúlt hetekben elment, azt a produkciót bedupláztuk, de azért érdemes sietni, mert fogynak különösen a jó helyek, szerencsére, mert nagyon nagy szükségünk van a közönség támogatására és a jegybevételre, és mert ebből finanszírozzuk idén a fesztivált, tehát úgy is mondhatjuk, hogy a nézők idén a mecénásai a szentendrei Tavaszi Fesztiválnak, és amire pedig utalt, hogy egy előadás, amire nincs jegyünk, ez a Dunakanyar, a Szamos Marcipán cukrászdába, Szinetár Dórával és Makranci Zalánnal a Karinti egyfelvonásos, amit a koncepció miatt tettünk be a műsorba, de jó hír, hogy ez a saját produkciónk, tehát ezt egy éve rendszeresen játsszuk a Szamosba is, illetve visszük más városokba is, úgyhogy aki erre most nem kapott jegyet, az ne aggódjon, mert hamarosan bejelentjük az áprilisi, majd a májusi előadásokat is. Aki nem online barát, azt szeretettel várják a kolléganők a Turinform irodába Szentendrén, foglalni is lehet jegyet, amit az előadás előtt vehetnek át, de azért alapvetően ez ma már nem egy ördöglakata, ahogy mondani szoktuk, az online jegyvásárlást ajánlom mindenkinek.
Három héten keresztül várja programokkal a közönséget a Szentendrei Tavaszi Fesztivál a Szentendrei Teátrum szervezésében. Érdemes megnézni a kínálatot, biztosan mindenki talál benne kedvére való előadást, előadót. A Szentendrei Teátrum igazgatója, Lőrinci György, magyar érdemrend tiszti keresztje kitüntetést vehetett át Semjén Zsolt miniszterelnök helyettestől március 14-én, az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás kulturális rendezvénysorozat felelős kurátori tevékenységéért.